Tragikus tűzeset, minden a tűz martalékává vált, segítségre szorul a bajba jutott család. Turist Police, Erdélyből érkezett fiatalok segítik a rendőrök munkáját. Ritka kismajom, sárga szakállas maki született az állatparkban. Híradó a Nyíregyházi Televízióban. Jó estét kívánok! A lakásában keletkezett tűz miatt a negyedik emeletről egy kisfiúval együtt a mélybe vetette magát pénteken este egy nyíregyházi nő. A nő szörnyet halt 7 éves unokaöcsét súlyos sérülésekkel szállították kórházba. A tűz a szomszédos lakásokra is átterjedt, a 4 emeletes tömbházból 32 embert menekítettek ki a tűzoltók. A szerencsétlenül járt család lakása teljesen kiégett, számukra egy nyíregyházi vállalkozó gyűjtést kezdeményezett, az önkormányzat pedig ideiglenes lakhatást biztosít. Nagyon, nagyon lángolt, ilyen bakelitszag, műanyag égés, a szigetelés égett. Mobiltelefonján mutatja a lakásból felcsapó lángokat az egyik szomszéd, arcát nem vállalva mondta el, hogy pénteken este 9:30 körül arra lett figyelmes, hogy nagy ordibálás van a lépcsőházban. Amikor kinyitotta az ajtót, már mindenütt folytó füst terjengett, aki csak tehette, az utcára menekült. Kimentünk, hogy ég a tető. Csak később derült ki, hogy nem a tető ég, hanem az épület legfelső szintjén egy negyedik emeleti lakásban keletkezett tűz. Egy középkorú nő, fiatal lánya és kis unokaöccse tartózkodott a lakásban. A 20 éves lány kiszaladt és kérte a szomszédokat, hogy segítsenek nekik. Az egyik szomszéd vizes plétbe burkolózva próbált a lángokban álló lakásba bejutni. Én bementem, ruha rám égett, utána kiszaladtam, próbáltam még egyszer egy laborvízzel megpróbálni eloltani a folyosón a vizet, de már annyira érett a lakás, hogy egyszerűen nem lehetett mit tenni. Én is lefeküdtem a folyosón, utána a tűzoltók húztak ki. A középkorú nő és a 7 éves kisfiú már nem tudott kiszabadulni a lángok és a füst fogságából. A nő ölében a gyermekkel kivetette magát a lakásból. Egységeink nagyon gyorsan reagáltak és kiérkeztek a helyszínre, azonban mire kiértünk, akkorára egy hölgy és egy gyerek kiugrott az ablakon, egy fő pedig könnyebben sérült, mikor távozott a lakásból. 32 főt mentettek ki kollégáim az épületből. A középkorú nő a földre zuhanva meghalt, a kisfiút súlyos, életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba, jelenleg is a József András Oktató Kórházban ápolják. A tűzoltás és a helyszínelés után a társasház lakóit egyenként engedték fel a lakásokba, hogy a legszükségesebb holmiukat magukhoz vegyék, volt, akinek semmije sem maradt. Szénnége, minden, ami a házban volt, minden szén. Így néz most ki a Petőfi utcai ház negyedik emelete. A kiégett lakást lezárták, de a folyosón is látható, minden megsemmisült. A lakás a tragédiában elhunyt középkorú nőjé volt, aki 20 éves lányával élt ott. Hozzájuk ideiglenesen költözött oda Borsodból az öccse 7 éves kisfiával. A férfi azt mondja, kamionsofőrként dolgozik egy nyíregyházi cégnél, ezért fiával a városba akartak költözni. A nővéréhez az összes holmiukkal együtt csak ideiglenesen költöztek be, azt tervezte, utána albérletet vesznek ki. 3 hétre hagyta a nővérénél a kisfiút, amíg kamionosként egy hosszabb útra ment. Közben történt a tűzeset, amelyben mindenük odaveszett. A szerencsétlenül járt férfi számára egy nyíregyházi vállalkozó gyűjtést szervezett, számukra most minden segítség jól jön. Én is elhoztam ide minden ruhámat, ami most van rajtam, annyi maradt. Meg a kamionban van még 2-3 váltó ruha. Minden cuccai már ide lettek hozva, a kisfiúnak is a ruhái, minden elégett. Az én ruhám is, meg mindenünk. A férfi számára az önkormányzat felajánlotta segítségét. A nyírvévén soronkívüliséggel, rendkívüli eljárással megoldja lakhatását. Rajta kívül a társas házból még egy család kérte, hogy biztosítsanak számukra elhelyezést. Szekeres István számára a segíteni vágyók készpénzt a képernyőn látható számlaszámra utalhatnak. A Petőfi utcai emeletes házban 6 lakás kivételével mindenütt visszakapcsolták az áramot, de a gázszolgáltatás helyreállítása több napot is igénybe vehet, mert az egész rendszert át kell vizsgálni. A tűz keletkezési okát még vizsgálják. Nagy József tűzoltó ezredes személyében új ideiglenes vezetőt neveztek ki a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság élére. Nagy József katasztrófavédelmi igazgató helyettesként látja el a szervezet vezetői teendőit. Új igazgatót egy hónap múlva neveznek ki. Csepeli Zsigmond tragikus halálát követően Dányi Béla igazgató helyettes látta el a szervezet vezetői feladatait.
Őt azonban július 15-én Veszprém megye katasztrófavédelmi igazgatójának nevezte ki Pintér Sándor belügyminiszter. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatóhelyettesi posztját ideiglenes helyettes vezetőként péntektől Nagy József tölti be. Nagy József tűzoltó ezredes 1988-tól 2007-ig szolgált a rendőrség kötelékében, majd a nyírbátori polgári védelmi kirendeltség vezetője lett. 2012-től a Mátészalkai kirendeltségen polgári védelmi felügyelőként dolgozott, 2013-tól pedig a nyíregyházi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetőjeként teljesített szolgálatot. Az új igazgatóhelyettes hangsúlyozta, fontosnak tartja, hogy a több mint 500 fős állománnyal bíró igazgatóság szakmai működése, irányítása alatt is zökkenőmentes legyen. Olyan állománnyal rendelkezik az igazgatóságunk, illetve a szervezetünk, akik a szakmát nagyon jól ismerik, pontosan végzik. Így úgy gondolom, hogy nem kerültem egy nagyon nehéz helyzetbe. Igyekszem ezt a jól megszervezett szervezetet tovább igazgatni, egészen addig, ameddig igazgatónk kinevezésére nem kerül sor, honnan ő fogja majd ezt a szervezetet igazából irányítani, az én feladatom pedig a szakmai feladatok, a három szakterületünk, a tűzvédelem, az iparbiztonság és a polgári védelem irányítása. Nagy József többek között azt is elmondta, a katasztrófavédelem a nyári időszakban kiemelt hangsúlyt fektet a hőséghez kapcsolódó megelőző tevékenységekre is. Ezt szolgálja a belügyminisztérium által kifejlesztett VÉSZ elnevezésű telefonos applikáció, amely folyamatosan tájékoztatja a lakosságot például a közelgő viharokról, balesetekről, várható hőségről. Felhívta továbbá a figyelmet arra is, hogy a nagy melegben körültekintőbben tervezzük meg utunkat, akár a munkahelyig is, de nyaraláskor különösen legyünk elővigyázatosak. Folyamatosan ellenőrizzük az utak állapotát interneten, a VÉSZ segítségével, és figyeljük a híradásokat. Az igazgatóhelyettes megbízatása határozatlan időre szól, ugyanakkor az új igazgató kinevezése egy hónap múlva várható. A tisztességes tejipari szereplők piaci pozíciójának védelmére, valamint a költségvetési bevételek biztosítására a Magyarországon polcokra kerülő import UHT tejkereskedelmét célirányosan ellenőrzi a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A termék feltűnően alacsony bolti ára ugyanis áfacsalásra specializálódott értékesítési láncokra utal. Az áru útjának nyomon követését és a kereskedéssel egyidejű ellenőrzéseket biztosító elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszerrel már nem csak a fantom cégekhez, hanem a működő, de adóelkerülő gazdálkodókhoz is eljut a NAV. Az elmúlt egy évben számtalan közérdekű bejelentés érkezett az import tejtermékek kiugróan alacsony fogyasztói ára miatt. Az ezek nyomán indított vizsgálatok kiderítették, hogy az adócsalások elkövetői több 100 millió forint kárt okoztak az államnak. Az elmúlt három évben 5,5 milliárd forint kárt okoztak a láncolatos áfacsalásokkal ezek a tejkereskedők, és az LKR-nek, valamint a NAV fokozott ellenőrzésének köszönhetően azt tapasztaljuk, hogy a kereskedelmi hálózatok most már vagy közvetlenül a gyártótól vásárolják meg a tejet, vagy pedig kifejezetten a magyar kereskedőktől vásárolják meg, tehát az import tej az kezd visszaszorulni, annak érdekében, hogy elkerüljék ezeket az áfacsalásnak még csak a látszatát is. A Turistpolis program keretein belül 5 erdélyi fiatal tölti gyakorlatát Nyíregyházán. A több nyelven beszélő diákok a járőröző rendőrökkel teljesítenek szolgálatot, és információkkal segítik a külföldről érkezett vendégeket. Az időjárásra való tekintettel most a Sóstói Múzeumfaluba, illetve a Vadasparkba megyünk majd el, mert a turisták többnyire ott vannak ilyenkor. Járőrözés előtt pontos tájékoztatást kapnak azok a diákok, akik részt vesznek Nyíregyháza megyei jogú város, a Nyíregyházi Rendőrkapitányság és a Sipkai Barna Középiskola Cserediák programjában. A külföldi turisztika tagozatos tanulók gimnáziumi gyakorlatuk egy részét töltik Sóstó gyógyfürdőn. Besegítenek az évek óta sikeresen működő Turistpolis programba, amelynek célja a külföldről érkezett turisták tájékoztatása. Nyelvi szinten azért ők már jobban, készség szinten tudnak román turistákkal érintkezni, besegítenek a szórólaposztásba, segítségnyújtásba és eleve a közös járőrözésbe a kollégákkal. A diákok románul, magyarul, németül és angolul beszélnek, így szinte minden turistával tudnak kommunikálni. Sóstó gyógyfürdőn, az állatparkban, a múzeumfaluban és a parkfürdőben állnak a külföldiek rendelkezésére. A tanulók egy hónapig tartózkodnak Nyíregyházán, ebből egy héten keresztül segítik a rendőrség munkáját. Sok új dolgokat tanulhatok meg, és
szeretek segíteni az embereken. A nyári gyakorlatukat töltő külföldi fiatalok a Sipkai Barna középiskola egyik pályázatának résztvevőiként érkeztek Magyarországra. A külhoni magyaroknak volt ez egy ilyen projekt, hogy jelenleg meg tudják tanulni azokat, amiket az anyaország tanít, és szakképzésben részt vehetnek. A turisztika szakos diákok nem csak dolgoznak Nyíregyházán, hanem a feladatok mellett megismerik a várost és a megyét, majd itt megszerzett tudásukat helyi idegenvezetésen mutatják be. Ritka kismajom született a Nyíregyházi állatparkban. A sárga szakállas Maki bébivel a látogatók test közelből is megismerkedhetnek a sóstói kert Maki erdejében. Mindjárt megmutatjuk a kismajmot, de előtte nézzük a nap további híreit. Tűzütött ki szombat este egy szélső bokori családi ház pincéjében, fekete füst hömpölygött ki. A helyszínre kiérkezett tűzoltók a tüzet eloltották, a gyúlékony anyagokat és egy gázpalackot kihoztak a pincéből. A házban tartózkodó férfi még a tűzoltók kiérkezése előtt megpróbálta eloltani a lángokat, ő enyhe füstmérgezést szenvedett. Robogós személyautóval ütközött ma reggel Örökösföldön. Egy férfi robogójával a Család utcáról a Fazekas János tér felé haladt, amikor a kanyarban egy vele szemben közlekedő gépjármű áttért a szemben lévő sávba, és a robogós és a személyautó összeütközött. A motorral közlekedő férfi a kocsi alá esett, és könnyebb sérülést szenvedett. Baleset történt reggel 9:30 előtt a 4-es számú főúton Nyíregyháza és Újfehértó között. Az útszakaszon két személyautó összeütközött. A balesetben 3-an megsérültek. A rendőrök a baleset helyszínelésének ideje alatt az érintett útszakaszt teljesen lezárták. A forgalmat Nagykálló és Érpatak felé terelték. Két személyautó összeütközött Nyíregyháza és Császárszállás között. Egy Újfehértó felé tartó személygépkocsi forgalmi okokból lassított, de ezt a mögötte haladó autó vezetője nem vette észre időben, és hátulról belement az előtte közlekedő autóba. A balesetet okozó gépkocsiban egy személy megsérült, őt a mentők kórházba vitték. Kamion és személyautó ütközött ma délben a Széna téren. 11:30-kor egy élő állatot szállító kamion sávot akart váltani, de közben rásorolt egy a másik sávban haladó személyautóra. A balesetben senki nem sérült meg. Ritka félmajom, sárga szakállas maki született a Nyíregyházi állatparkban. A kis majomfiú jól van, már nem csüng egész nap az édesanyján, önállóan fedezi fel környezetét. A kis makit a látogatók test közelből láthatják a sóstói kert majom erdejében. Már önállóan mászkál a kis sárga szakállas maki a Nyíregyházi állatpark maki erdejében. A 3 hónappal ezelőtt született kis majom ágról ágra szalad, úgy fedezi fel a világot. Már a szilárd takarmányféléket is kóstolgatja, leveleket, zöldségeket, édes gyümölcsöket eszeget. A sárga szakállas makik a barna makik családjába tartoznak, és a Madagaszkártól 400 kilométerre lévő Mayotte szigetén van a természetes élőhelyük. Gyűjtő nevük a lemúr, ami a szellemek szóból származik, mivel az egykori első európai felfedezők szellemeknek hitték őket, a lombok sötétjében ugyanis csak a kiáltásukat hallották, és rikító sárga szemüket látták. A kismajom születése azért különleges, mert sárga szakállas makikból az országban csak a sóstói állatkertben él tenyészcsapat, amely egyébként igen eredményes, hiszen ebben a majom családban minden évben születik utód. A kicsi megszületésével már 6 tagú a maki csapat. A kis majmot az édesanyja 130 napi vemhesség után hozta világra egészségesen. A kis majom láthatóan jól érzi magát. Minden makifajra az a jellemző, hogy először anyjuk vagy hasán vagy hátán tartózkodik. Igazából az ivarra ilyenkor nem derül fény. Most azonban, hogy 3 hónapos a kis állat, fény derült az ivarára is, hiszen meg tudtuk lesni, egy fiatal emberről van szó. Ő most már egyre jobban elszakad az anyjától, igazából 1-2 méteres távolságra elszakad a csapattól is, ismerkedik a külvilággal, és igazi akrobatáról van szó, aki jó részt a lombok között tölti mindennapjait. A kis sárga szakállas makit az állatpark vendégei test közelből is láthatják, hiszen ez a csapat is a maki erdőben él, ahova a látogatók beléphetnek az állatok közé. Ráadásul ott keresztül haladva láthatják a kis elefántot is, hiszen az elefánt borjú mamájával közvetlenül a makik szomszédságában él. Nem pihenhet sokat az univerziádé után Hellebrand Máté, a nyíregyházi gyalogló 4. lett Dél-Koreában, a hétvégén pedig már Budapesten áll rajthoz.
Ahogy azt várni lehetett, meleg és csapadékos időjárás várta az univerziádi résztvevőit Dél-Koreában. Az időeltolódás alaposan megviselte a magyar csapat néhány tagját, így Hellebrandt Mátét is. A nyíregyházi atléta két napig nem nagyon tudott aludni, ez azonban nem látszott a versenyen, ahol taktikusan gyalogolva folyamatosan előzte meg riválisait a 20 kilométeres táv második felében. A 26 versenyzőből a negyedik helyet szereztem meg, aminek nagyon örülök, hiszen a rajtlistán az eddigi eredmények alapján én a 14. helyet foglaltam el, és hát ennek tudatában is nagyon-nagyon örülök, hogy ilyen előkelyen helyen végeztem, és hát azt még el kell mondanom, hogy a legjobb európaiként fejeztem be a versenyt, illetve a magyar atlétikai csapatban is én lettem a legeredményesebb versenyző. Az atléta Londonban részt vett már egy olimpián, és a mostani univerziádé szervezése szinte mindenben megegyezett az ötkarikás játékokéval. Sok pihenőre nincs idő, két hazai verseny vár majd a gyaloglóra. Az egyik rögtön a hétvégén Budapesten, ahol 5 kilométer lesz a táv. Szeptemberben aztán két hetes pihenőt kap a sportoló, utána pedig kezdődik a felkészülés a riói olimpiára, melyre már kvalifikálta magát Hellebrandt Máté. Híradónk végén nézzük főbb híreinket, még egyszer röviden. A lakásában keletkezett tűz miatt a negyedik emeletről egy kisfiúval együtt a mélybe vetette magát pénteken este egy nyíregyházi nő. A nő szörnyet halt, 7 éves unokaöcsét súlyos sérülésekkel szállították kórházba. A tűz a szomszédos lakásokra is átterjedt. A 4 emeletes tömbházból 32 embert menekítettek ki a tűzoltók. A szerencsétlenül járt család lakása teljesen kiégett. Számukra egy nyíregyházi vállalkozó gyűjtést kezdeményezett, az önkormányzat pedig ideiglenes lakhatást biztosít. A Tourist Police program keretein belül 5 erdélyi fiatal tölti gyakorlatát Nyíregyházán. A több nyelven beszélő diákok a járőröző rendőrökkel teljesítenek szolgálatot, és információkkal segítik a külföldről érkezett vendégeket. Ritka félmajom sárga szakállas maki született a nyíregyházi állatparkban. A kis majom fiú jól van, már nem csüng egész nap az édesanyján, önállóan fedezi fel környezetét. A kis makit a látogatók testközelből láthatják a sóstói kert majom erdejében. A nyíregyházi televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!